Elkezdődött az Országos Természet és Környezetvédelmi Fesztivál a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A rendezvénysorozat azért jött létre, hogy a fiatalok megismerjék a Kárpát-medence, valamint a világ természet és kulturális értékeit. Az érdeklődők egész hétvégén válogathatnak a színvonalos programok közül. Az Országos Természet és Környezetvédelmi Filmnapokat a Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztivál hívta életre, és már közel 20 magyar és 2 erdélyi város vesz részt benne. Idén először a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ is csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Az volt a célunk vele, hogy még jobban a gyermekeket is, a felnőtteket is érzékenyítsük a környezetük iránt, hiszen ugye nagyon fontos a környezetvédelem, a természetvédelem, és hát, hogyha látják tényleg azt, hogy a világban milyen gyönyörű, tehát hogy milyen világban élünk, és milyen fantasztikusan gyönyörű a természet. A fiataloknak környezettudatos és szemléletformáló programokkal is készültek a szervezők, azonban a főszerep természetesen a filmeké lesz. Vannak természetfilmek, dokumentumfilmek, akkor olyan filmeket is lehet látni, amelyek egy ilyen verkfilm, Isten igazából, hogy hogy forgatják a természetfilmeket, tehát különböző skálán mozognak a filmek, vannak Magyarország tájairól készült filmek, vannak külföldi filmek, külföldi alkotóktól, magyar alkotóktól, itt összesen 43 filmet lehet egyébként megtekinteni. A vetítések ma már elkezdődtek, szombaton 10-től 16 óráig, vasárnap pedig egészen 18 óráig várják az érdeklődőket a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színház termébe. Az esemény ingyenes.